Sziasztok! November 8-a van, vasárnap reggel. Az este megérkezett Sumi is, úgyhogy egy reggeli után indulunk Zirce, találkozunk Stenivel, és majd ottan beszámolunk a mai úti terveinkről. Bepakoltunk a kocsikba, indulásra készen állunk, megyünk Zircre. Előtte még rendezzük a szállással kapcsolatos anyagiakat, aztán majd legközelebb még visszatérünk. Hát jelenleg most ilyen az időjárás, picit ködös, de nem vészes. Plusz 3 fokot mutat a hőmérő higanyszála. Kicsit párás a levegő, de szerintem szép napunk lesz. Érkeztünk Zircre, közben Józsi is kipakoltunk, összeszereltük a bringánkat, mindjárt átnézzük, hogy milyen útvonat fogunk ma követni. De jó. Itt, hogyha mutatod, egy kerékpárút indul el kifelé a városból Farkasrét, Kardosrét irányába pontosabban, onnan egy erdei úton fel lehetne menni a Cova völgyébe. Na most mi, amikor legutóbb erre jártunk, akkor az katasztrofális állapotban volt, mert valami fakitermelés folyt, és nagyon össze voltak turva az utak. Másik opció, hogy nagyjából 20 perc múlva megy fel vonat Vinyére, amivel fel tudnánk menni, és akkor visszafelé a Cóha völgyén keresztül le tudnánk jönni Porva, Csesznek vasútállomásáig. Tehát gyakorlatilag ez felüleli a Cóha völgyi látványos részt, és hát megpróbálhatjuk, hogy átmegyünk onnan Porvára, aztán fel Kőrishegyre, vagy pedig 12 óra 10-kor, vagy 20-kor jön visszafelé vonat, akkor visszajönnek Zilcre, és akkor Zilcről Pénzesgyőr, Bakonybél, és akkor onnan mennénk fel a Kőrishegyre, és akkor visszafelé jöhetünk Borzavár felé is, vagy ugyanazon az úton, amin Zircről Bakonybél felé megyünk. Jól hangzik. Köszönjük, Steni! Hát szerintem így most kezdetileg válasszuk a vonatot. Elég ködös az út, úgyhogy szerintem jobban járunk, hogyha megspóroljuk ezzel az időt, felosztjuk. A napkorong már látszik ott egy kicsit a ködön keresztül. Igen. Hát reméljük, hogy nem fog egész nap kitartani. Jó, hát akkor készülődjünk, aztán induljunk. Sem tudtuk, hogyan szeressünk, csak fogtuk egymást. Amíg gyöngött a szerelmünk, nem láttunk mást. Te sem bírtad már a kalickát, miért maradnál? Hiszen minden szívnek szárnya van, néha elszáll. A vonat nem vár, sorompó áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. Egy rövid vonatozás után megérkeztünk Vinyére. Hát volt egy ilyen jó sztori, hogy Dudari lovaskocsis lerakta a követ Fehérváron, és akkor bejött egy ilyen kocsmába, egy ilyen vendéglőbe kajálni. És elővette a táskájából a szalonnát, a kenyeret, a hagymát, és neki állt ott fölkockázni a szalonnát, meg a hagymát, neki állt kajálni, és jött a kocsmába. És hát ugye azok nem nagyon veszik szívesen, hogyha nem a sajátjából fogyaszt. És akkor elkezdett ott kekeckedni az ürgével, az meg ilyen jó szúrósan fölnézett rá, meg egy jelentőség teljesen megemelte a bicskáját, és akkor kocsmáros így rákérdez, azt mondja, hogy hát honnan jött maga? Hát Dudarról, a Bakonyból. Azt mondja, vannak még itt ilyen fajták, mint maga? Hát én a Szeridetből vagyok, de vannak még sokan. És kocsmáros azóta kezdve békén hagyta, szalonnázott nyugodtan ott a kocsma sarkába. Többet nem mert szólni hozzá.
Na szóval most innen Dünyéről elindulunk vissza Porva Csesznek vasútállomásig, átmegyünk gyakorlatilag a Szuha-völgy leglátványosabb szakaszán, megállunk majd az erdei tornateremnél. Ez több okból érdekes, maga a hely is, ugye erdei tornaterem, tehát ilyen kihelyezett környezetismereti oktatást szoktak tartani. Aztán majd, ha tovább megyünk, akkor a viadukt alatt fogunk átmenni, ott is fel lehet menni a viaduktra és a másik alagutat onnan föntről nagyon jól látni. Tehát átjöttünk mi az alagúton, csak nem tudtuk, hogy viadukton megyünk utána. Mert ezt most majd látjuk alulról is. És egy kisebb készülődés, beszélgetés után elindultunk a Cugaszurdok felé. Sziasztok még egyszer! Köszönjük nektek is! És nem túl hosszú gurulás után, itt a második gázló. Imola a vízen való átjutásnak az egyszerűbb módját választotta, vagy a biztonságosabbat inkább úgy mondanám. Egyébként jellemző az, hogy ilyen nagyjából 5-10 cm csak a víznek a mélysége, tehát egyáltalán nem vészes, bár nem ilyen vékony trekking gumiknak való ez a vízen való átkelés, de meg lehet oldani. Viszonylag csúszósak a kövek, de egy közepes lendülettel azért át lehet jönni. Főleg aki már mondjuk többször járt erre, annak a számára már úgy igazából nem jelent kihívást. Sima liba. Ügyes vagy. Bravo. Persze. Amit itt látunk, ez egy érdekes sziklaüreg. Volt egy nagy nyári zápor, amikor ide ücsörögtünk be, mint a verebek arra a sziklapárkányra. Itt vártuk meg, hogy elvonuljon. Erre alkalmas. De ilyen több is van az út során. Egyébként érdemes megnézni itt a túlparton, hogy megerősítették a partoldalt, de tényleg csak alig szembetűnő, mert a moha már belepte. Úgyhogy ami a természeté, azt a természet vissza is hódítja. És még egy gázló teljesítve. Hát gyakorlatilag az egész Cuha-völgyet ez jellemzi végig, de szerencsére most nem nagyon van megáradva a Cuha. Ez az utolsó, Úri? Ez az utolsó? Kérlek szépen, valaki essen már bele. Ez a Cuha-völgy jellegzetessége az az, hogy
lépten nyomon olyan látványosságok bukkanunk, ami mellett nem lehet elmenni. Így gyakorlatilag jövünk 20 métert és megállunk nézelődni. De hát erről is szól a túra. Rengeteg időnk van, nem kell sietnünk. Elértük az erdei tantermet egyébként, és itt, amit látunk magunk előtt, ezt a hát magyar szemmel nézve monumentum, egyébként meg egy jelentéktelen kis sziklafalnak mondható képződmény. A lényeg az, hogy itt szoktak gyakorolni a kezdő sziklamászók. Nem tudom mennyire látni, pont ahol a lóri van, a feje fölött látni is egy kifeszített drótkötelet. Na most eléggé behálózzák itt ezt a sziklafalat, úgyhogy tényleg nagy biztonsággal lehet gyakorolni. Hát itt az erdei tanteremről egyébként még annyit érdemes tudni, hogy ilyen kihelyezett környezeti órákat szoktak tartani, és valamikor az erdészet munkatársai is a diákok ismereteinek a gyarapításában részt vesznek. Itt vannak a padok, illetve egy esőbeálló, hogyha meglepni őket az időjárás egy kis esővel. És ott fent, nagyjából a domboldal közepén látni azt a szürkés sávot, a Veszprém és Győr között húzódó vasútvonal ott megy. Pont itt vagyunk egyébként a leglátványosabb szakasznak a végén, majd mindjárt felmegyünk oda a tetejére, és akkor onnan jobban szemügyre vehető a viadukt, illetve a kisebbik barlang alagút pontosabban. Na, tehát itt van a kisebbik alagút, és itt található a vasútépítők emlékműve. Ezt a szakaszát tulajdonképpen már korábban átadták, ugye valamikor a millennium idejében lett átadva ez a Zirc és Győr, illetve Veszprém és Győr közötti vasútvonal, de hát az első világháború ideje alatt megerősítették a pályát, és ez az emlékmű tulajdonképpen a megerősítés munkálatain résztvevő olasz hadifoglyoknak állít emléket. Mint ahogy a Bükkben az olasz kaput, úgy itt is olasz hadifoglyok építették meg ezt a vasúti szakaszt. Még talán annyit érdemes róla mondani, hogy sajnos ez a vonal is a bezárás veszélyével küzdött. Ugye 2008 környékén akarták bezárni ezt a vonalat, és aztán a köztársasági elnök ipartörténeti védelem alá helyeztette ezt a Veszprém és Győr közötti vasúti szárnyvonalat, és ennek köszönhetően megúszta a bezárást. Nem tudom, hogy a helyi személyszállítást milyen nagyságrendben bonyolít le ez a vonal,
de turistát azt tavasztól őszig, sőt, hát még télen is rengeteget hordoz. Tulajdonképpen mi is vonattal jöttünk fel most Zircről Vinyéig. És előttünk látható a Cuha-völgy híres nevezetes viaduktja. Itt is meg kell állnunk. Hát igen, mint az előbb is, ahogy említettem, itten gyakorlatilag 50 méterenként, 100 méterenként meg kell állnod. Ilyen ez a Cuha-völgy. Szerintem ettől gyönyörűbb évszakot nem is lehet választani a Cuha-völgy bejárásához. Nem tudom hangsúlyozni, hogy mennyire gyönyörű. És nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire gyönyörű össze. És itt jobb oldal pedig a galéria alagút látható. Ezen jöttünk át ezelőtt egy órával a vonattal. Egyben az első világháború terméke is. Egy vasúti átjáró alatt hajtunk most éppen át, amire ki van írva, hogy 2,4 méter. Remélem, hogy átférünk alatta. Hát le kellett húznom a fejem eléggé, de szerencsére átfértünk. Na jó, nem így ott. Átfértünk, de nem kellett lehúznom a fejem. Na és egy nagyon lassú tempót diktálva haladunk szépen végig a Cuha-patak mellett. Nem is kellett, hogy gyorsabban hajtani, nézelődni jöttünk és túrázni. És gyönyörködni ebbe a szép őszi tájban. Hello! Hello, sziasztok! Hello!
és még egy gázda elé értünk. Isten szerint ez az utolsó. Na nézzük! Át kell Imola is. Ügyesen leküzdött az akadályt. És én is átmentem rajta. Hát, ez nem jött be, nem az utolsó. Még mindig van egy. Ott te ne lépjél a fa ág mellé, mint ahogy én csináltam. Szóval ezt meg kell jegyezni, hogy ez a legkeményebb része. Ott léptem bele a vízbe, mert olyan, mint hogy a fára lépnél. Igen, igen. Ügyesek vagy. Na, és azóta, hogy nem lesz több, ez már a harmadik gázló. Na, én az utolsó ezelőttinél megáztam egy picit, mert nem a facsutakra léptem, hanem sikerült mellé lépjek amiatt, mert el volt takarva ilyen hullófa levelekkel, és azt hittem, hogy fák. Én meg a batteribe beleléptem. Hát, teljesen bokáig belemerültem. De nem baj. De. Na, most lesz most. Segítsek? Arra nagy kőre. Fogjad a féket. Ja. Ilyen volt. Hát egy picivel nagyobb volt a pósvízbalomnál is a tegnap. Pici volt, de harcias, oda volt kötve lánccal. Úgy ugatott. Elérkeztünk közben Porba vasútállomásig. Hát a vonat érkezésig van még körülbelül van 50 perc. Megnézzük, hogy milyen itt az út. Aztán eldöntjük, hogy kerékpározunk vissza az Ircig, vagy innen megyünk majd vonattal a következő úti célunk felé. Na hát azt a tervünket, hogy Porva felől fogunk föltekerni Kőrishegyre, azt gyorsan elvetettük, mert az út minősége, hát most ebben az időszakban igen, csak sáros volt, meg végigjárták ezekkel a erdészeti gépekkel, úgyhogy inkább most nem kísérletezünk. Megvárjuk a vonatot. Hát, mint említettem az előbb is, nem sok van, ameddig érkezik, ha addig itten eltöltjük az időt, aztán meglátjuk, hogyan alakul tovább. Egy biztos, a Kőrishegyet megmásszuk, de ez Irc felől. És egy újabb vonatozás után elértünk Zircre. Hát sajnos a telepviszonyok nem igazán voltak megfelelőek, így kénytelenek voltunk a vonatot választani. Úgyhogy most innen Zircről közelítjük meg Kőrishegyet. Itt már elfordulunk Bakonybél fele.
lassan elhagyjuk Pénzesgyűrt is. Előttünk viszont már kibontakozott a Kőrishegy. Hát oda kell föltekernünk. És beérkeztünk Bakonybélre, Bakonybél Somhegyre. És ott a távolban a bakonybéli lokátor látható. Kis focilabda, ott az a fehér pont. Itt vagyunk már Bakonybél határában. Innen még van egy kisebb gurulásunk, aztán mindazt, amit eddig legurultuk, azt szépen Kőrishegyig vissza is másszuk. Hát ilyen jó 500 méter szintkülönbséget kell majd leküzdenünk. így se fog jól mutatni. Rászáll Timolár egy pillanat. Hol van? Hol? Nem látom. Csisakodom. Pont a napellenzőn. Itt van. Ezen? Igen, már elrepült. Nem fog jól mutatni. Ez a jó menet. Mert ugye mikor reggel... Innen még gurulunk és leereszkedünk kb. 260-265 tengerszint fölötti magasságra, majd onnan vissza kell másznunk. Ilyen, kb. 500 méter. Tulajdonképpen itt vége a falunak. Itt is maszkot viszont. Elértük közben a 420 méteres tengerszint fölötti magasságot. Még van körülbelül 3-360-as tengerszint különbség, amit le kellett küzdenünk. Hát szerintem minden még egy ilyen fél óra, 40 perc lehet. Nem zavarja, hogy esetleg sötétbe kell menni, nem? Nem. Hemettünk mi sokat sötétben vele, nincsen gond. Szerintem biztos, nem egy kicsit. Egy fél órát tuti biztos, hogy teljes sötétségbe fogunk tekerni, ha nem többet. Hát nem is tudjuk.
Nagyon ügyes vagy. Biztos valami gumifogyó szörpet ittál. Jaj. Na, ügyes vagy. Hát előttünk a hegy névadója, a Körrisfa. Tehát ahol most vagyunk, ez az Észak-Bakony legmagasabb csúcsa, a Körrishegy. Itt a torony aljában, ahol az a fehér csík van, az a 709 méter. Nyilván a kilátó tetejéről még 11-12 méterrel magasabb, és ellenfény lesz ugyan, de itt mellettünk van ez az érdekes focilabda formájú képződmény. Ez a polgári légirányításnak az egyik lokátora, lokátorállomása. Tulajdonképpen neki köszönhető, hogy viszonylag jó minőségű úton fel tudtunk ide jönni. Tehát itt csak az utolsó 60-70 méter az, ami ilyen erdei ösvény, de egészen a lokátorállomásig jónak mondható keskeny aszfalt út jön fel. Négy órára terveztük, hogy felérünk, pontosan 4 óra van. Na hát megnézzük, mit látni onnan föntről. Az a baj, hogy most így a napnyugtához közeledve már kezd leereszkedni a köd. De abban reménykedünk, hogy a falu felé talán melegebb a levegő, ott még nem tudott kialakulni köd paplan. Ezt látni a torony tetejéből. Tehát arra Pénzes György, illetve Bakonybél felé látunk el. És valóban arra a falu felé még annyira nem tudott kialakulni a köd. Tehát jó volt a tipp, hogy ott a melegebb. Meg hát ugye ez a Körrishegynek a déli oldala. Még egy kicsit lihegek. Tehát ez a Körrishegynek a déli oldala. Hát nyilván ez melegebb, itt később alakul ki a köd. De ha elnézünk ott a fák ágai fölött, a hegyek felé, akkor ott látszik, hogy a völgyben már vastagon megül a köd, illetve erre is, a lokátorállomás alatti völgyben. Itt a Pénzes patak folyik, ott azért tényleg nagy a pára, mert ugye a patak közelében hidegebb is a levegő, meg hát nyilván párolog is. Abból a szempontból bánhatjuk, hogy viszonylag ködös az idő, hogy abba az irányba ellátnánk egészen a Kaphegyig. Hát sajnos most ez így lehetetlen. Hát öröm volt újra együtt tekerni, de az árulbeszédet majd később Zircen megtartjuk. Még van egy, körülbelül van fél óránk teljes sötétedésig, megpróbálunk addig leírni. A főútig legalább, ha nem is Zircig. Zircig biztos, hogy nem fogunk eljutni. És akkor elindultunk Körrishegyről, gurunk Porva felé. Igyekszünk, mert most már majdnem ránk van sötétedve teljesen. Még ameddig lehet filmezek, aztán utána abba hagyom, mert úgyis sok értelme, sok nem látszódna. Hát most már nagyon lehűlt az idő is egyébként. 5 fokot mutat a hőmérő. Ugye ez lefele száguldozva nem is éppen olyan kellemes. De megérte ide föltekerni. Gyönyörű látványval volt részünk. Reggeltől egész mostanáig estig. Hát sikerült betekernünk a Bakonyegy részét ebbe a 2 napban. Jövő évben hosszasabbat tervezünk Stenékkel.
6 óra van, megérkeztünk Zircre. Itten most befejeztük a bakonyi túránkat. 56,57 km-re zártuk a napot. 3 óra 53 percet töltöttünk nyerekben. 4 óra? Igen, 14,5 km-es átlagsebességgel tudunk számolni. Igen, és 981 méteres szintmagasságot győztünk le. Tehát szinte egy ezres. Ez teljesen jó volt. Egy szép nézelődős, igazán kirándulós, túrázós napot tudhatunk magunk mögött. Hát ahhoz képest, hogy átjöttünk a Szuha völgyén, ez a 14 fölötti átlagsebesség, ez igen, teljesen jó. Igen. Na hát és akkor zárószóként annyi, amit mindig Stanis szokott mondani, és most is meghagyom neki. Egészségünkre. Egészségünkre. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!